Danny ébren, nyitott szemmel feküdt az ágyában. A bal karjával átölelte régi, kicsit megviselt mackóját. Mackó elveszítette egyik cipő szemét, vagy fél tucat helyen elszakadt rajta a varrás, és folyt belőle a tömés, és hallgatta, hogyan alszanak a szülei a szobájukban. Úgy érezte, mintha akaratlanul is őrt felettük. Az éjszakák voltak a legrosszabbak. Gyűlölte az éjszakákat, és a szél állandó üvöltését a szálloda nyugati szárnya körül. A siklórepülő egy madzagol lebegett fölötte. Az íróasztalán tompán flóreszkáva piroslott a Volkswagen modell. Felhozta a pulton megépített útrendszerről. A könyvei a könyves sorakoztak, a kifestők az asztalon. Legyen mindennek helye, és minden legyen a helyén, mondta anya. Akkor mindig tudod, hogy hol keresd, ha szükséged van rá. De mostanában semmi nem volt a helyén. Eltűntek a dolgok. De ami még rosszabb, új dolgok tűntek elő, olyan dolgok, amelyeket tulajdonképpen nem lehetett látni, mint azokon a képeken, amik alá odaírják, látod az indiánokat? És ha az ember a szemét beneszti és hunyorít, akkor csak ugyan megpillant néhányat amit először kaktusznak hitt, arról kiderül, hogy egy harcos, késsel a szájában. A többi a sziklák között bujkál, sőt, egy gonosz, kegyetlen arc az ekós szekér külői közül kandikál ki. De sohasem lehetett egyszerre látni valamennyit, és ettől támadt olyan kényelmetlen érzése az embernek hiszen éppen azok osonhattak oda a hátad mögé, egyik kezükben tomahókkal, a másikban skalpolókéssel, akiket nem látsz. Nyugtalanul megmozdult az ágyában, és kutatva körülnézett az éjjeli lámpa megnyugtató fényében. Itt minden rosszabb lett. Ebben biztos volt. Először még nem volt olyan rossz, de aztán apránként az apja sokkal többet gondolt az ivásra. Néha haragudott anyára, és maga sem tudta miért. Folyton a száját törölgette a zsebkendőjével, a tekintete homályos volt, szórakozott. Anya aggódott miatta, és Deni miatt is. Nem kellett beragyognia a gondolataiba ahhoz, hogy ezt tudja. Abból is kiderült, hogy olyan aggodalmasan kérdezgette azon a napon, amikor azt hitte, hogy a tűzoltó tömlő kígyóvá változott. Mr. Helloren mondta, hogy szerinte minden anya ragyog egy kicsit, és azon a napon anya tudta, hogy valami történt, csak azt nem, hogy mi. Majdnem elmondta neki, de egy-két dolog visszatartotta. Tudta, hogy Sidewinderben az orvos azt mondta, hogy Tony, meg amit Tony mutat neki, az teljesen, vagyis majdnem normális. Az anyja talán nem hisz neki, ha elmondja az esetet a tűzoltó készülékkel. Ha viszont hisz neki, még arra következtet belőle, hogy ő begolyózott. Nagyjából tudta, mi az, hogy begolyózni, bár nem olyan pontosan, mint azt, hogy valakinek kisbabája születik, mert anya egy évvel ezelőtt ezt hosszasan elmagyarázta neki. Azért mégis tudta, hogy mit jelent. Egyszer az óvodában Scotty, a barátja, rámutatott egy Robin Stanger nevű fiúra, aki a hinta mellett ácsorgott és nagyon lógatta az orrát, akár rá is léphetett volna. Robin apja matematikát tanított apa iskolájában, és Scotty apja is ott tanított történelmet. Az óvodába a Stovingtoni előkészítő iskola tanárainak és a városszéli IBM üzem alkalmazottainak a gyerekei jártak. A tanárok gyerekei összetartottak, és az IBM gyerekek is. Persze balátkoztak ettől függetlenül is, de elég természetes volt, hogy a munkahelyi kollégák gyerekei többé-kevésbé összetartsanak. Amikor az egyik csoport felnőttjei között valami botrány történt... Szinte bizonyos, hogy vadul eltorzított formában a gyerekeknek is tudomására jutott, de a másik csoport csak a legritkább esetben hallott a dologról. Scotty meg ő a játékrakétában ültek, amikor Scotty hüvelykújjával Robin felé bökött, és azt mondta. – Ismered azt a gyereket? – Igen – mondta Danny. Scotty előrehajolt. Az apja tegnap este begolyózott. Elvitték. Igen, csak mert golyózott? Scotty utálkozva nézett rá. Megbolondult, érted? Scotty bandzsított, kilógatta a nyelvét, és a mutatóujjával nagy elliptikus köröket írt le a füle körül. Elvitték a Dili házba. Na hát, mondta Deni. Mikor engedik vissza? Soha, 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 mondta Scotty sötéten. Aznap és másnap Danny megtudta, hogy a Mr. Stenger megpróbálta kiirtani a családját, Robint is, a második világháborúból emlékül megőrzött pisztolyával. B. Mr. Stenger részegen szétverte a házat. C. Meglátták, amint Mr. Stanger egy tál döglött bogarat és füvet eszik, mintha teljel leöntött zappehely volna, és közben sír. D. Mr. Stanger megpróbálta megfojtani a feleségét egy harisnyával, mert a Red Sox elveszített egy fontos meccset. Denit végül annyira aggasztotta a dolog, hogy nem bírta tovább magában tartani, és megkérdezte apát. Apa ölbevette, és elmagyarázta, hogy Mr. Stenger nagyon ideges volt, részben a családja, részben az állása, és részben olyan dolgok miatt, amit az orvosokon kívül senki nem ért. Sokszor kapott sírógörcsöt, három nappal ezelőtt is sírva fakadt, de ezúttal nem tudta abba hagyni, és összetörte a bútorokat a lakásban. Mr. Stenger nem begolyózott, mondta apa hanem idegösszeroppanást kapott. És nem a Dili házba, hanem a szanatóriumba vitték. De Deni, apa gondos magyarázata ellenére is félt, úgy érezte, nincs semmi különbség a begolyózott és az idegösszeroppanást kapott között, és mindegy minek hívják, Dili háznak vagy szanatóriumnak, attól még ugyanúgy rács van az ablakon, és ha az ember el akar menni, nem engedik el. És az apja egészen ártatlanul megerősítette Scotty egy másik állítását is, ami Denit homályos, megfoghatatlan iszonyattal töltötte el. Azon a helyen, ahová Mr. Stanger került, fehérköpenyes emberek vannak. Olyan kocsival jönnek az emberért, aminek nincs ablaka, és szürke, mint egy sírkő. Megáll a járda mellett, a ház előtt, a fehérköpenyesek kiszállnak, elviszik az embert a családjától, és kényszerítik rá, hogy egy puha falu szobában éljen. És ha valaki írni akar haza, csak zsírkrétával írhat. Mikor engedik vissza? kérdezte Deni az apjától. Mihelyt jobban lesz, Doki? De mikor lesz jobban? Álhatatoskodott Deni. Den, mondta Jack azt senki nem tudja. És ez volt benne a legrosszabb. Pontosan ugyanazt jelenti, mint azt, hogy soha, soha, soha. Egy hónappal később Robin anyja kivette Robint az óvodából, és elköltöztek Stovintonból Mr. Stanger nélkül. Ennek már több, mint egy éve. Azután történt, hogy apa már nem tette a rosszat, és még nem veszítette el az állását. De Deni nem felejtette el. Néha, amikor elesett, beverte a fejét, vagy fájt a hasa, sírva fakadt, és akkor hirtelen eszébe jutott. Elfogta a félelem, hogy mi lesz, ha nem tudja abba hagyni a sírást, csak sír és sír, nyöszörög és jajgat, végül az apja odamegy a telefonhoz, tárcsáz, és azt mondja, Halló, itt Jack Torrance, Maple Line V 149. A fiam nem tudja abba hagyni a sírást. Kérem, küldjék ki a fehérköpenyes embereket, és vigyék be a szana tóriumba. Igen, begolyózott. Köszönöm. És akkor a szürke kocsi, aminek nincs ablaka, megáll az ő ajtajuk előtt, a hisztérikusan síró Denit beültetik, és elviszik. És mikor látja újra az apját és anyját? Senki nem tudja. Ez a félelem némította el. Idősebb lett egy évvel, és egész biztos volt benne, hogy az apja és az anyja nem engednék, hogy elvigyék, amiért egy tűzótó készülékről azt hitte, hogy kígyó. Racionálisan biztos volt benne, és mégis, amikor megfordult a fejében, hogy elmondja az anyjának, ez a régi emlék úgy emelkedett fel a torkában, mint a kő, tele lett vele a szája, és útját állta a szavaknak. Ez más, mint Tony. Tonit mindig egészen természetesnek érezte. Persze a rossz számok után már nem. És úgy látszik, a szülei is elfogadták Tonit, mint többé-kevésbé természetes jelenséget. Az olyan dolgok, mint Tony, abból következnek, hogy ő okos, mert mindketten annak tartják, ahogyan önmagukat is okosnak tartják. De ha most előáll azzal, hogy egy tűzoltókészülék kígyóvá változott, és hogy vért meg agyvelőt látott az elnöki lakosztály falán, pedig senki más nem látta, akkor ezt már senki nem tartaná természetesnek már elvitték egy rendes orvoshoz. Nem észszerű a feltételezés, hogy legközelebb a fehér köpenyes emberekért küldenek el? Ennek ellenére talán mégis elmondta volna nekik, de biztosra vette, hogy akkor előbb-utóbb elviszik a szállodából. Rettentően szeretett volna elmenni a panorámából. De tudta, hogy az apjának ez az utolsó lehetősége, és nem csak azért van itt, hogy télen vigyázzon a szállodára. Azért van itt, hogy dolgozzon az írásain. Hogy elfelejtse, hogy elveszítette az állását. Hogy szeresse anyát és Denit. És egészen mostanáig, mintha mindez csak ugyan megtörtént volna. Apa csak mostanában változott meg, amióta megtalálta azokat az iratokat. Ez az embertelen hely emberi szörnyetegeket szül. Mit jelent ez? Imádkozott, de Isten nem mondta meg neki. És mihez kezdene, Apa, ha abba hagyná itt a munkát? Megpróbálta megtudni, Apa gondolataiból, és egyre bizonyosabb volt benne, hogy Apa sem tudja. Ezt igazolta az is, ami ma este történt. Elbácsi telefonon felhívta apát, és csúnya dolgokat mondott neki, de apa nem mert válaszolni, mert félt, hogy Elbácsi kirúgja az állásából. Ugyanúgy, ahogy Mr. Cromert, a Stovingtoni igazgató is kirúgta az igazgatósági tanács döntése után. És apa ettől halálosan félt. Miatta, anya és maga miatt is. Ezért aztán inkább hallgatott csak figyelt tehetetlenül, és reménykedett, hogy nincsenek is indiánok, vagy ha mégis, hát nagyobb zsákmányra várnak, és nem bántják az ők is három személyes szekerüket. De hiába igyekezett, nem tudott benne igazán hinni. A panorámában egyre rosszabb a helyzet. Jön a hó, és ha leesik, már annyi lehetőségesen marad a választásra, mint most. És mi lesz azután, amikor belesznek zárva ide, kiszolgáltatva a kénye kedvére annak, akármi legyen is az, ami ez ideig talán csak játszott velük? Gyereki, most megkapod a magadét! Akkor mi lesz? Kellögem! Megborzongott, és megfordult az ágyban. Már egész sok szót el tudott olvasni. Holnap talán megpróbálja elhívni Tonit, és megpróbálja rábeszélni, hogy mutassa meg pontosan, hogy mi az a kellögem, és azt is, hogy árthat-e neki valami módon. Megkockáztat egy újabb lidérces álmot. Muszáj megtudnia. Döni még sokáig ébren volt azután is, hogy a szülei színlelt álma valódi álommá változott. Hánykolódott, összegyűrte maga alatt a lepedőt, viaskodott a problémával, amihez túlságosan kicsi volt még. Vírasztott az éjszakában, akár egy magányos őrszem. Valamikor éjfél után ő is elaludt. Csak a szél maradt ébren, belekapaszkodott a falakba, süvöltött a tető fölött, a csillagok ragyogó, fürkész pillantásának fényében. A furgomban Látom bajós a hold fent, látom a baj közel, látom égvillog földreng, látom rossz idő jön el. Ma éjjel a lábot kineted, hogyha kedves az életed, bajósan kell ma a hold. G.C. Pagerty, Bed Moon Rising, 1969, John Dora Music, Berkeley, Kalifornia. Minden jog fenntartva. Valaki beszerelt egy nagyon régi bujk autórádiót a szállodai furgó műszerfala alá. Fémesen, recsegve ropogva szólt, de a zenét így is könnyen fel lehetett ismerni. John Fagerty Credence Clearwater Revival zenekara játszott. Vendi és Danny sidewinder tartottak. Ragyogó, tiszta nap volt. Denny Jack narancsszínű kölcsönzőjegyét forgatta a kezében, és egész jókedvű volt, de Vendi látta rajta, hogy nyúzott és fáradt, mintha nem aludt volna eleget, és csak az idegesség hajtja. A dal befejeződött, és a bemondó vette át a szót. A Credence valóban és rossz holdról énekel, ami úgy látszik, csak ugyan nem sokára felkel a KMTX adó körzetében, akármilyen hihetetlenül hangzik a két-három napja tartó gyönyörű, tavaszias idő után. A KMTX tévedhetetlen előrejelzése szerint ma déli egy óra után a magas nyomású légtömegeket alacsony légnyomásúak váltják fel egy jókora területen, és a légmozgás várhatóan éppen a mi KMTX körzetünkben fog recsegve ropogva lefékezni, ide fent, ahol ritka a levegő. A hőmérséklet gyorsan csökken, és sötétedéskor csapadékra is számíthatunk. 2000 méter alatt, valamint Denver környékén havas esőre és hóra számíthatunk, egy-két úton talán felfagyásra is, de ide fent nem lesz más, csak hó. 2000 méter alatt 3-8 cm válható, de közép Kolorádóban és a hegyvidéken 15-20 cm. Az országúti felügyelőség figyelmezteti az autósokat, akik ma délután vagy este a hegyekbe készülnek, hogy ne felejtsék el feltenni a hóláncot, mától fogva kötelező. És ha nem muszáj, ne menjenek sehová. Ne feledjék, tette hozzá vidáman a bemondó, így került bajba a Dannar csoport is, nem voltak olyan közel a legközelebbi 7-11-eshez, mint hitték. Reklám következett. Vendi kikapcsolta a rádiót. Ugye nem bánod? Nem, dehogy. Deni a tiszta kékégre nézett. Azt hiszem, apa nagyon jó napot választott rá, hogy megnyesse azokat a sövény állatokat. Ugye? Azt hiszem, igen. Egyáltalán nem úgy néz ki, hogy havazni fog mondta reménykedve Deni. Félsz? kérdezte Vendi. Még most is a viccre gondolt, amit a bemondó a Dannar csoportról eresztett meg. Á, nem. Nos, gondolta Vendi, itt az idő. Ha szóba akarod hozni, most vagy soha. Deni, kezdte, és igyekezett könnyedén beszélni. Boldogabb volnál, ha elmennénk a panorámából. Ha nem maradnánk itt a télen. Denny a kezét nézte. Azt hiszem, igen, mondta. Igen, de hát apának ez az állása. Néha, mondta óvatosan Wendy, az az érzésem, hogy apa is boldogabb lenne, ha eljöhetne a panorámából. Elmentek egy tábla mellett, amelyen az állt, Sidewinder, 25 km. Vendi kettesbe kapcsolt, és óvatosan vette a tűkanyart. Rettentően félt a meredek utakon, került minden kockázatot. Komolyan mondod? kérdezte Deni. Egy pillanatig érdeklődve nézett rá, aztán megrázta a fejét. Nem, nem hiszem. Miért nem? Mert aggódik miattunk mondta Deni, óvatosan válogatva a szavait. Nehéz volt megmagyarázni, hiszen ő se sokat értette az egészből. Eszébe jutott az az eset, amit elmondott Mr. Hellorennek, amikor az a fiú lopni akart az áruházban. Kellemetlen volt, de legalább pontosan értette, pedig alig volt több, mint kisbaba. A felnőttek viszont mindig zavarosak. Ha tenni akarnak valamit, mindig fontolóra veszik a következményeket, a döntésbe belekeveredik a kétség, az önmagukról alkotott kép, a szeretet és a felelősségérzet. Minden lehetséges választásnak vannak hátrányai, és Deni néha nem értette, hogy a hátrányt miért tartják hátránynak. Nagyon nehéz volt. Azt gondolja, kezdte újra Deni, aztán gyorsan az anyjára pillantott. Az anyja az utat figyelte, nem nézett rá, és Deni úgy vélte, folytathatja. Fél, hogy magányosak leszünk. Ugyanakkor szeret itt lenni, és hiszi, hogy ez jó hely nekünk. Szeret minket, és nem akarja, hogy magányosak legyünk, vagy szomorúak. De úgy gondolja, hogy ha azok vagyunk is, hosszú távon megéri. Tudod, mi az a hosszú távon? Vendi bólintott. Igen, szívem, tudom. Attól fél, hogyha elmegy, talán nem kap másik állást, és hogy koldulnunk kéne, vagy ilyesmi. Ez minden? Nem, de a többi nagyon zavaros, mert apa most más. Igen, mondta Vendi, majdnem sóhajtva. A lejtő enyhébb lett, óvatosan harmadikba kapcsolt. Ezt nem én találtam ki, anya. Isten bizony. Tudom, felelte Vendi mosolyogva. Toni mondta. Nem, válaszolt Deni. Csak tudom. Az az orvos nem hitte el Tonit. Ugye? Ne törődj azzal az orvossal mondta Vendi. Én hiszek Toniban. Nem tudom, hogy micsoda, vagy kicsoda, hogy te benned van, vagy valahonnan kívülről jön, de én hiszek benne, Deni. És ha te, ő, úgy gondoljátok, hogy el kellene mennünk, akkor elmegyünk. Kettesben elmegyünk. Aztán tavasztól megint együtt leszünk apával. Belé a remény. Hová? Egy motelba? Arra nincs pénzünk, szívem. Anyámhoz kellene mennünk. Deni arcán elhalt a reménység. Tudom, kezdte, aztán elhallgatott. Mit? Semmit, motyogta. A lejtő meredekebb lett, vendi visszakapcsolt. Nem, doki, nem mond ezt. Azt hiszem, már hetekkel ezelőtt kellett volna erről beszélgetnünk. Kérlek, mit tudsz? Nem fogok haragodni nem is haragudhatok, mert ez most túlságosan fontos. Beszélj őszintén. Tudom, mit érzel vele kapcsolatban, mondta Deni és sóhajtott. Mit? Rosszat, mondta Deni, aztán ritmikusan kántálva folytatta, alaposan ráijesztett vendire. Rosszat, kínosat, haragot, mintha nem is volna az anyukád, mintha fel akarna falni ilyetten nézett Vendire. És én nem szeretek ott lenni. Mindig arra gondol, hogy ő mennyivel jobb lenne nekem, mint te, és hogy hogyan vehetne el tőled. És nem akarok oda menni, anya. Inkább maradok a panorámában, de nem akarok oda menni. Vendi meg volt döbbenve. Csak ugyan ilyen rossz viszonyban van az anyjával? Úristen, milyen pokoli lehetett a gyereknek, ha így van, és olvas a gondolataikban. Hirtelen mesztelenebbnek érezte magát, mintha mesztelenre vetkőzött volna. Valahogy úgy, mintha rajta kapták volna egy obszén aktus közben. Rendben van, mondta. Rendben van, Deni. Haragszol, mondta Deni kicsit majdnem könnyes hangon. Nem, nem haragszom. Komolyan nem. Csak kicsit megdöbbentem. Elhaladtak a Sinewinder 22 kilométer tábla mellett, és Wendy lazított egy kicsit. Innen már jobb volt az út. Még valamit szeretnék megkérdezni tőled, Danny. És szeretném, ha olyan őszintén válaszolnál, ahogy csak tudsz. Megteszed? Igen, anya. Mondta szinte suttogva. Apád megint iszik? Nem felelte, és elnyomta a két szót, ami az egyszerű tagadás után majdnem az ajkára tolult. Még nem. Föndi még jobban megnyugodott. A kezét Deni nadrágos lábára tette, és megszólította. Apád nagyon igyekezett mondta halkan. Mert szeret minket. És mi is szeretjük őt igaz? Denny komolyan bólintott. Vendi szinte magában beszélve folytatta. Nem tökéletes ember, de mindent megtett. Olyan nagyon igyekezett Denny. Amikor abbahagyta, rettentően szenvedett. Még most is kínlódik. Azt hiszem, ha mi nem vagyunk, egyszerűen feladta volna. Azt akarom tenni, ami helyes. De nem tudom, hogy most mi volna a helyes. Menjünk? Maradjunk? mintha az olaj és a tűz között kellene választani. Tudom. Megtennél nekem valamit, Doki? Mit? Próbáld idehívni Tonit. Most rögtön. Kérdezd meg, hogy biztonságban vagyunk-e a panorámában. Már megpróbáltam, mondta lassan Deni. Ma reggel. Mi történt? kérdezte Vendi. Mit mondott? Nem jött el mondta Deni. Tony nem jött el. És hirtelen sírva fakadt. Deni, mondta ilyetten Vendi, ne sírjál kicsim, kérlek. A furgon átcsúszott a záróvonalon, és Vendi ilyetten kormányozta vissza. Ne vigyél el a nagymamához, mondta Deni a könnyein át. Nagyon kérlek, anya, nem akarok oda menni, apával akarok maradni. Rendben van, mondta Vendi halkan. Úgy lesz, ahogy akarod. Kivett egy papír a kockás inge és odaadta Deninek. Maradunk, és nem lesz semmi baj. Semmi. A játszótéren Jack kilépett a teraszra, és álláig felhúzta a Jackie -e cipzárját. Hunyargott az erős fényben. Bal kezében telepes sövényvágó ólót tartott. Jobb kezével tiszta zsebkendőt húzott ki a hátsó zsebéből, megtörölte a száját, aztán eltette a zsebkendőt. A rádió havat jósolt. Nehéz volt elhinni, bár a távoli látóhatáron felhők gyülekeztek. Elindult a sövényhez vezető úton. A sövényvágót átvette a másik kezébe nem lesz hosszadalmas munka, gondolta. Egy kis igazítás megteszi. Az éjszakák hidegek, már biztosan nem nőnek. A nyúl füle kicsit borzasnak látszott, és a kutya két lábán is zöld sarkantyú nőtt. De úgy látta, hogy az oroszlánok és a bivaj megőrizték formájukat. Elég egy kis hajvágás, aztán jöhet a hó. A betonozott gyalogút olyan váratlanul ért véget, mint egy ugródeszka. Lelépett a fűre, elment az üres úszómedence mellett a murvával felszórt ösvényig, amely a sövényállatok között kanyarogva a játszótérre vezetett. A nyúlhoz lépett, és megnyomta a sövényvágó fogóján a gombot. A motor csendesen zümmögve életre kelt. Hello, Nyuszi Pajtás! mondta Jack. Hogy ityeg a fityeg! Megnyíljam egy kicsit a fejed búbját, megleszedegessem a kinövéseket a füledről. Helyes. Mond csak, hallottad a viccet az utazó ügynökről meg az öreg hölgyről, akinek volt egy uszkárja? Természetellenesen ostobán csengett a hangja, ezért elhallgatott. Arra gondolt, hogy nem nagyon szereti ezeket a sövény állatokat. Mindig visszásérzést keltett benne, hogy egy egyszerű sövényt addig nyesegetnek és kínoznak, amíg valami önmagától idegen dolog lesz belőle. Vermontban, egy országút melletti meredek emelkedőn, az útfelőli oldalon hirdetőtábla formájúra vágták a sövényt, valamilyen fagylaltot reklámozott. Nem helyes arra kényszeríteni a természetet, hogy fagylaltal üzleteljen. Groteszk ötlet. Nem azért fizetjük Torrance, hogy filozofáljon. Hát igen, ez igaz. Milyen igaz? Nyeste a nyúl fülét, a levágott ágacskákat és hajtásokat leseperte a fűre. A sövényvágó halkan, kellemetlen hangon búgott, úgy látszik ez minden telepről működő szerkezetre jellemző. A nap ragyogott, de nem adott kimeleget, és most már nem volt olyan nehéz elhinni, hogy jön a hó. Gyorsan dolgozott, tudta, hogy ennél a munkánál nem szabad megállni és gondolkozni, mert akkor biztosan hibát követel. Megigazította a nyúl arcát, ilyen közelről egyáltalában nem látszott arcnak, de tudta, hogy úgy, húsz lépésnyi távolságból a fény és árnyék egységes képé olvad, aztán a hasán kattogtatta tovább az ollót. Miután végzett, kikapcsolta a sövényvágót, elindult a játszótér felé, aztán pár lépés után gyorsan megfordult, hogy egészben lássa a nyulat. Egész jól sikerült. Akkor most jöhet a kutya. De ha ez a szálloda az enyém volna szólhat meg hangosan kivágatnám az egész ronda bandátokat kivágatná a bokrokat, a helyükön újra feltöltené a talajt, és kitenne egy fél tucat kis vasasztalt, vidám, színes ernyőkkel. A nyári napfényben a panoráma vendégei a pázsiton hatnak koktélt. Gin fizzt, margaritaszt, white ladyt, meg azokat az édes turista italokat. Talán rumot tonikkal. Jack kivette a zsebkendőjét, és lassan megtörölgette az ajkát. Ugyan, ugyan, mondta halkan. Jobb, ha nem gondol ilyesmire. Már indult volna vissza, amikor valami ösztön hatására meggondolta magát, és továbbment a játszótérre. Különös, hogy a gyerekeket milyen nehéz kihismerni. Vendi meg ő azt hitték, hogy Deni el lesz ragadtatva a játszótértől. Volt itt minden, amit a gyerekek szeretnek és Danny legfeljebb, ha ötször hatszor jött le ide, talán annyiszor sem. Persze, gondolta Jack, ha van kivel játszania, esetleg más lett volna a helyzet. A kapu kicsit nyikorgott, amikor belökte, és a murva megcsikordult a talpa alatt. Először a játékházhoz ment, a panoráma tökéletes, kicsinyített másához. A combja közepéig ért, körülbelül olyan magas lehetett, mint Danny. Jack legugolt és benézett a harmadik emeleti ablakokon. Eljött az óriás, és most minnyájatokat felfal az ágyatokban, mondta mély hangon. Csókoljátok meg búcsúzóul a luxus kategóriát. De ez sem hangzott viccesen. A házat egyetlen mozdulattal ki lehetett nyitni, kifordult egy rejtett zsanéron. A belseje csalódást okozott. A falak ki voltak ugyan festve, de a ház egyébként üres volt. Hát persze, különben hogy tudnának belebújni a gyerekek? Nyáron biztos volt benne játékbútor, amit térre bevittek a raktárba. Becsukta a házat, hallotta, ahogy kis kattanással bezáródik. A csúzdához ment, letette az ollót, és miután hátra nézett a feljáróra, nem jötte vissza és Deni, felmászott a tetejére, és leült. Ezt szánták a nagyobb gyerekeknek, de még így is kényelmetlenül szűk volt az ő felnőtt fenekének. Mennyi ideje, hogy utoljára csózdázott? Húsz éve? Lehetetlen, hogy ilyen régen volt, nem érezte, hogy ennyi idő múlt el, pedig legalább ennyi, ha nem több. Emlékezett rá, hogy az apja elvitte a parkba Berlinben, amikor annyi idős volt, mint most Deni, És ő mindent kipróbált. Csúzdát, hintát, mérleghintát, mászókát. Ebédre hoddogot ettek, aztán magyarót vettek a mozgóárustól. Leültek egy padra, a galambok sötét felhőkben a lábok köré gyűltek. Ronda dögevők, mondta az apja. Ne etesd őket, Jackie. De végül mindketten etették a galambokat, és nevetve nézték, hogy kapkodnak milyen mohón kapkodnak a magyaró után. Jack nem hitte, hogy az apja valaha is elvitte a fivéreit a parkba. Jack volt a kedvence, de Jack még így is megkapta a magáét, amikor az öreg berogott, ami gyakran előfordult. Jack szerette, amíg lehetett még jóval azután is, hogy a családja már csak gyűlölte és félt tőle. Ellökte magát, és lecsúszott, de az élmény nem volt kellemes. A csúszda érdes volt, mert rég nem használták. Ez lelassította. És a feneke is túl volt. Felnőtt lába kis dobbanással földet ért a mélyedésben, ahol több ezer gyerekláb landolt már előtte. Felállt, leporolta a nadrágja ülepét, és a sövényvágóra nézett. De ahelyett, hogy felemelte volna, a hintához ment. Megint csalódnia kellett. A láncok berosdásodtak az idény vége óta, és fájdalmasan nyikorogtak. Jack megfogadta, hogy tavasszal beolajozza őket. Jobb, ha abba hagyod, tanácsolta magának. Nem vagy már gyerek, ezt enélkül a játszótér nélkül is tudtad. Mégis odament a betonkarikákhoz, de túl kicsinek találta őket, így aztán továbbment a játszótér túlsó végét lezáró kerítéshez. Belekapaszkodott a dróthálóba, a nap cikcakos árnyékot vetett az arcára. Ember a rács mögött. Ő is megérezte a hasonlóságot, megrázta a dróthálót és zaklatott arca a suttogta. Eresszenek ki! Eresszenek ki! Harmadszorra már nem találta mulatságosnak. Ideje visszamenni dolgozni. Ekkor hallotta meg a hangot maga mögött. Gyorsan megfordult, haragosan, zavartan. Csak nem látta meg valaki, amint itt hülyéskedik gyerekországban. A csúzda felé nézett, aztán az ellenkező irányba a mérlek hinta és a hinta felé, Amin nem ült más, csak a szél. Látta a kaput, az alacsony kerítést, amely a játszóteret elválasztotta a pázsittól és a sövénytől. Az oroszlánok oltalmazóan csoportosultak az ösvény mellett. A nyúl előrehajolt, mintha füvet legelne. A bivaj támadásra készen leszekte a fejét. A kutya kuporgott. Látta a golfpályát és a szállodát, sőt a rókpálya kiemelkedő peremét is a panoráma nyugati oldalán. Minden pontosan olyan volt, mint korábban. De akkor miért lesz libabőrös az arca és a keze? Miért csiklandozza a haja a nyaka hátulján, mintha hirtelen összehúzódott volna a bőre? Hunyorogva újra a szálloda felé nézett, de semmi különöset nem látott. Ott emelkedett a napfényben a sötét ablakaival, a kéményből vékony füstoszlop kígyózott felfelé, mert a hal kandallójában égett a tűz. Jó lesz, a folytatod a munkát, barátom, mert ha visszajönnek, majd eltűnődnek, hogy mégis mit csináltál egész idő alatt. Persze, már is neki lát. Jön a hó, meg kell nyesnie ezt az átkozott ösvényt. Benne van az egyességben, és úgy sem mernének, ki nem merne? Mit nem? Mit nem merne? Indult vissza a nagygyerekek csúzdájához, ahol az ollót hagyta. A talpa alatt természetelenesen hangosan csikorgott a múrva. Úgy érezte, még a heréje is libabőrös lett, a feneke megfeszült, és úgy elnehezült, mint egy kődarab. Úristen! Mihez? Megállt a sövényvágó mellett, de nem hajolt leérte. Igen, valami megváltozott. A sövény. És olyan egyszerűen, olyan jól láthatóan, hogy először észre sem vette. Ugyan már, szitta önmagát. magát, éppen most nyested meg azt a szaros nyulat, hát akkor mi? Ez az. Elakadt a lélegzete. A nyúl négy lábra ereszkedve füvetlegelt. A hasa elnyúlt a föld felett. De alig tíz perccel ezelőtt még a hátsó lábán állt. Hát persze, hiszen megnyeste a fülét és a hasát. Gyorsan a kutyára nézett. Amikor lejött az ösvényen, a kutya a hátsó lábán ült, mintha cukorért pitizne. Most lekuporodott, a fejét előre nyújtotta, a száját kitáltotta, mintha némán morogna. És az oroszlánok? Na ne, baby, na ne, ugyan már! az oroszlánok közelebb kerültek az ösvényhez. A két jobboldali kicsit közelebb húzódott egymáshoz. Az egyik baloldali oroszlánnak a farka most szinte kinyúlt az ösvényre. Amikor eljött közöttük a kapuhoz, ez az oroszlán még a jobb oldalon ült, és egész biztos, hogy a farka be volt húzva. Már nem oltalmazták, hanem elzárták az ösvényt. Jack gyorsan a szem elé kapta a kezét, aztán elvette. Semmi nem változott. Halkan felnyögött, inkább csak sóhajtott. Amikor ivott, mindig félt, hogy egyszer majd valami ilyesmi fog vele történni. De amikor az ember erősen iszik, tudja, hogy ez a delírium tremens. Mint a jó öreg Ray Milland a férfi szenvedélyben, amikor látja a bogorakat kijönni a falból. De minek nevezik, amikor az ember színjózan? Szónoki kérdésnek szánta, de gondolataiban elmebetegség, mégis válaszolt rá. A sövényállatokra bámulva rádöbbent, hogy amíg eltakarta a szemét, valami mégis megváltozott. A kutya közelebb jött. Már nem kuporgott, hanem futóhelyzetet vett fel. A tompora megfeszült, az egyik melső lába előre nyúlt, a másik hátra. Sövény száját még nagyobbra tátotta, a megnyesett ágacskák élesen, gonoszan meredtek az égnek. És mintha a szem halvány körvonalát is felfedezné a zöld sövényben. Ő ránézett. Miért kell megnyesni őket? Gondolta hisztérikusan. Tökéletesek. Újabb halkhang. Önkéntelenül nézett, és az oroszlánokra pillantott. A két jobb oldaliból az egyik most a másik elé került. A fejét leszegte. Egyik mancsát titokban szinte az alacsony kerítésig nyújtotta. Úristen, mi jöhet még? Átugrik a kerítésen, és felfal, mint valami rémes mesében. Gyerekkorukban játszottak egy ehhez hasonló játékot, vörös fénynek hívták valakit kineveztek annak, és amíg az elfordult és tízig számolt, a többi játékos előre kúszott. Amikor az eljutott tízig, gyorsan megpenderült, és ha észrevette, hogy valaki még mozog, az a játékos kiesett. A többiek dermedten álltak, mint a szobrok, amíg az megint elfordult és számolt tízig. Egyre közelebb kerültek, és végül, valamikor öt és tíz között, az ember megérezte a hátán valakinek a kezét. Múrva csikordult az ösvényen. Gyorsan a kutya felé nézett, már az ösvényen lapított, közvetlenül az oroszlának mögött, hatalmasra tátott szájjal. Azelőtt közelről megkülönböztethetetlen, nagyjából kutya formájúra nyílt sövény volt. De Jack most látta, hogy tulajdonképpen német juhászkutya, és a német juhász kegyetlen is tud lenni. Arra is be lehet idomítani, hogy ő jön. Halk, zizegő hang. A baloldali oroszlán egészen a kerítésig előre jött, a pofája már a deszkához ért. Mintha vigyorogna rá. Jack még két lépést hátrált a feje őrült ellüktetett. A levegő szárazon reszelt a torkában. Most a bivaj mozdult meg, hátulról megkerülte a nyulat, és átjött a jobb oldalra. A fejét leengedte, a zöld sövény szarvát feléje fordította. Az volt a baj, hogy képtelen volt mindegyiket egyszerre szemmel tartani. Nyöszörgő hang tört fel a torkán, de olyan erősen koncentrált, hogy észre sem vette. Tekintete egyik sövény állatról a másikra ugrált, hogy lássa, mikor mozdulnak. A szél felzúgott. Éhesen zörentek meg a sűrű ágak. Miféle hangot adnak ki, amikor majd rávetik magukat? De persze tudta. Szaggató, tépő, roppanó hangot. Olyan lesz. Nem, 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 nem hiszem el, nem igaz. A kezét a szemére szorította, aztán a hajába túlt, megtapogatta a homlokát, lüktető halántékát. Sokáig állt így, az iszonyat egyre nőtt benne, még végül nem bírta tovább, és üvöltve elhúzta a kezét. A golfpályánál a kutya ült, mintha ennivalóért pitizne. A bivaj közömbösen bámult visszafelé, a rokpálya felé, éppen úgy, mint azelőtt, mint amikor lejött az ollóval. A nyúl a hátsó lábán állt, a fülét kinyújtva, mintha valami neszre figyelne. Jól látszott a frissen nyesett hasa. Az oroszlánok a sövény mellett álltak, mancsukkal a földbe gyökerezve. Hosszú ideig állt Dermetten, végül elcsendesedett a reket lihegése. Elővette a cigarettáját, négy cigaretta kiesett a dobozból, le a murvára. Lehajolt, és ügyetlenül tapogatózva felvette. Egy pillanatra sem vette le a szemét a sövényről, mert félt, hogy az állatok talán megint megmozdulnak. Felvette a cigarettákat, hármat valahogy visszadugott a dobozba, a negyedikre rágyújtott. Szippantott kettőt. Jó mélyen. Aztán eldobta és rálépett. Odament az ollóhoz, és felvette. Nagyon fáradt vagyok, mondta, és most úgy érezte, beszélhet hangosan. Nem hangzott őrültségnek. Ideges voltam. A darazsak, a színdarab, eltelefonja, de semmi baj. Visszaindult a szállodához. Valami ösztön azt csúgta, hogy kerülje ki az állatokat, de ő az ösvényen ment az állatok között könnyű szellőrezek tette meg az ágacskákat, más semmi. Az egészet csak képzelte. Alaposan megijedt, de most már túl van rajta. A panoráma konyhájában megállt, bevett két excedrint, aztán lemente az alaksorba, és a papírokat olvasgatta, még nem meghalotta a tompa zajt, amint a szállodai furgon zörögve befordul a feljáróra. Eléjük ment. Jól érezte magát. Semmi értelmét nem látta, hogy megemlítse a halucinációit. Nagyon megijedt, de most már túl van rajta. A hó Sötétedett. A teraszon álltak a halványoló fényben, Jack középen, bal kezét Deni vállán nyugtatva, jobb karjával átölelve vendi derekát. Együtt nézték, mint kerül ki a döntés lehetősége a kezükből. Fél háromra egészen beborult az ég, egy óra múlva havazni kezdett, és ezúttal nem kellett meghallgatni az előrejelzést, tudták, hogy ez komoly. Ez már nem hófúvás, nem olvad el, nem söpri el az esti szél. Először tökéletesen egyenes vonalban hullott, egyenletes hótakaróval borítva be mindent, de most, egy órával azután, hogy megindult a havazás, feltámadt az északnyugati szél, s a havat a terasz oldalára és a panoráma feljárójának peremére hordta. A park mögött, az egyenletes fehér takaró alatt eltűnt az országút. A sövényállatok is eltűntek. Amikor Vendi és Deni hazaértek, Vendi megdicsérte, hogy milyen jó munkát végzett. Gondolod? kérdezte, de többet nem szólt. A sövény eltűnt a formátlan fehér köpönyeg alatt. Furcsa módon mind másra gondoltak, de ugyanazt érezték. Megkönnyebbülést. Átkeltek a túlsó partra. Eljön valaha a tavasz mormolta a vendi. Jack szorosabban húzta magához. Mielőtt még észbe kapnál. Mit szólnátok hozzá, ha bemennénk vacsorázni? Hideg van idekint. Vendi mosolygott. Jack egész délután szórakozottnak látszott, és hát furcsának. Most jobban hasonlított megszokott énjéhez. Jó ötlet. Danny? Persze, így aztán együtt bementek, odakint pedig mély sikoltással erősödött fel a szél, és bömbölt egész éjszaka. Ezt a hangot hamarosan jól fogják ismerni. A terasz felett kavarogtak és táncoltak a hópelyhek. A panoráma állt most is, ahogyan már közel háromnegyed évszázada. Sötét ablakain hószakál lógott, és nem bánta, hogy elvágják a világtól talán még örült is neki. Oda bent hárman végezték szokásos koraesti tevékenységüket, mint valami szörnyetek bendőjében csapdába került mikrobák.